Bármennyire furcsának is tűnhet, ebből a mintázatból egy dallam rajzolódik ki, ami ismerős lehet a sorozatrajongók számára. Ha pont így nem is, akkor lehet, hogy így. Barbara, te fejedből pattant ki az az ötlet, hogy ezt a nagyon ismert dallamot így megsződ, honnan kell ezt olvasni, akár mint egy kottát, ezt valaki el tudná játszani? Hát igazából szerintem igen, hogyha ismerjük a hangoknak a színeit, amiket én meghatározok először, és tudunk azért kottát olvasni, tehát tudjuk, hogy mennyi egy tá-titinek mi a különbsége. Innen kezdődik egyébként, és így ez egy dallam, itt folytatódik, és ez sokszorosítva van. A Trónokharcának a dallama az 15 hangból áll, ezért 15 színt kellett kiválasztanom. De én nagyon sok minden színekben látok, hogy a neveket is, meg a hétfőket, szed a napokat is színekben látom nagyon régóta. Például a kedd az milyen színű akkor neked? Az ilyen pirosas kép, pirosas barna. És a hétfő, ha már most hívom. A szürke, természetesen. És ha ez is egy dallam, akkor ez micsoda? Ez az Árdérus kismadár című népdalnak a dallama. Ez már egy bútorszövet, minőségű szövet, elég vastag, ilyen jó tartású, és ebből csináltam egy fotelt, illetve kettőt, amiből egyik ki van állítva a műcsarnokba. És akkor a másik is egy hasonló népdal? Igen. Nem, a másik az a Vizé Kármennek a Torreador, az Ó Torreador, öld meg a bikát című dal. És Forma 1 kedvelő biztosan ismerik. És hogyha megnézitek, nagyon érdekes, itt így lehet megnézni, hogy ez egy mintaelem. És nézzétek milyen, mint egy kis szarva lenne. Néha olyan minták jönnek ki, amik teljesen hajaznak a dalnak a szövegére. Lássuk akkor ezen a klasszikus szövőszéken, hogy egyáltalán mi a mechanikája magának a szövésnek. Itt látjátok a felvetőszálat, a láncvonalakat, ezeket a nyüst kereteken lévő nyüstszemekbe fűzzük be. Ezt különböző mintára be lehet fűzni. A Trónokharca például ék alakúan volt befűzve, tehát úgyhogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 3-as, 2-es, 1-es, és ez így folytatódott. Ezáltal lettek így tükröződve ezek a kis minták, és így került egymás mellé tükröződve. Ez a Bova Melody projekt, akkor ez mennyire a te egyszemélyes projekted? Hát a szövés része mindenképpen az én részem, az én dolgom, de ez egy csapatmunka eredménye. A párom Somogyi Balázs, ő szobrász, ő sem nagyon sok mindent hozzátesz, és sok mindenben konzultálunk, és az alap ötletben is ő már jelen volt. És az öcsém Fóri Szilárd zongoroművész, aki a zenei munkatárs, úgymond, aki tud a kottákban, a kották átiratában is segítkezni, és Szerszabó Dorottya az animációs illusztrátor. A szövés angolul Woven, és ebből ered a Woven Melody projekt, ami Barbaráé, de én lerövidítem, mert szerintem ez csak egy wow projekt.